Szél Bernadetta, az LMP társelnöke, a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Vagyon nyilatkozatokról még nem esett szó, de talán ez az egyetlen, amiről ma reggel nem esett szó, adóbecslésről és vagyonosodásról már igen. Az egész vagyon nyilatkozati rendszer úgy használhatatlan, ahogy van, mondta ön, és hivatkozott például arra a szűkítésre, ami a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaira vonatkozik, hogy az jobb lenne, ha gyakrabban ellenőriznék, vagy mi lenne a jobb módosítása a jelenlegi helyzetnek? Tiszteltel köszöntöm a nézőket. Hát alapvetően azt látom, hogy ez a rendszer, ami most van, ez most már tényleg semmire sem jó, senki nem bízik benne. Láthatóan ugye az állampolgárok is már csak mosolyognak azon, hogyha különböző méretű lakások jelennek meg, hirtelen odaírogatva a különböző információk, különböző eladott és visszavett cégek. Igen, ez ugye a legújabb botrány, szóval a lényeg az, hogy ezt mindenképpen meg kell reformálni. Hogyan? Mi tettünk egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne egy teljesen új rendszert bevezetni, mi alapvetően az ÁSZ-nak annak egy lehetőséget arra, hogy vizsgálja jobban a képviselőknek és minden érintettnek, állami vezetőknek a vagyonosodását. Ez az önbenyomás, hogy az elmúlt 20 évben az ÁSZ olyan nagyon vizsgált dolgokat? Ugye mi plusz jogköröket adnánk, tehát egy kicsit máshogy gondolkodunk erről az egész rendszerről. Egyrészt, másrészt nekünk pedig a független intézményeknek a függetlensége az tényleg szent. És a lényeg az, hogy ők vizsgálnak azt, hogy mi a helyzet itt a vagyonokkal és jövedelmekkel, és hogyha azt látják, hogy ha a fogyasztás és a bevétel úgymond nincsen egymással egyensúlyban, akkor viszont jönne a NAV, ami viszont nagyon fontos, hogy tisztán működjön. Mi szintén nagyon nagy hangsúlyt helyeznénk arra, hogy ne legyen korrupció árnyéka, ne tudja belengedni a NAV-ot, és ő átvizsgálná azonnyomban ezeket az eseteket, és azonnyomban kiderülne az, hogyha valaki nem tudja megmagyarázni, hogy miből költ, nem tudom, fűtött úszómedencékre és hatalmas nagy villákra, palotákra, ha láthatóan a jövedelmei, a bevallott jövedelmei ezt nem tudják fedezni. Mennyi reményt fűz ennek az elfogadásához most, hogy a rokonok is indulhatnak közbeszerzéseken? Ez tényleg egy újabb szintje egyébként a botránynak, tehát első visszamenőleges hatállyal sikerült ezt az egészet tegnap gyakorlatilag átnyomni egy nap alatt a parlamenten, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon a korrupció egy újabb szintre jutott, tehát a korrupciós helyzetünk. Én ahogy készültem erre az adásra, átolvastam azt a jegyzőkönyvet, ami az igazságügyi bizottságban az előző alkalommal küzdöttünk azért, hogy ez a törvényjavaslat átmenjen. Egy kormánypárti képviselő szólt hozzá, viszont én arra is emlékszem, hogy volt olyan kormánypárti hang, aki egyetértett azzal, hogy meg kell reformálni a rendszert. Tehát én tényleg, ha nem akar magából bohócot csinálni a kormány, meg a kormánypárti képviselők népes tábora, akkor valamilyen módon ehhez hozzá kell nyúlniuk. Hamarosanként újra bevallási időszak lesz, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fogja abszolválni a magyar parlament. Hadd kérdezzem, valami másról is jön a tél, ilyenkor a hajléktalan embereknek az élethelyzete sokkal súlyosabb, mint bármelyik más évszakban. 2013 őszén tették lehetővé a szabálysértési törvénnyel a hajléktalanok büntethetőségét. Bizottsági megtárgyalásra vár már a javaslat, a törvényjavaslat, hogy ez változzon meg. Eddig közel 500 esetben indult szabálysértési eljárás hajléktalanokkal szemben. Ráadásul ez egy nagyon drága dolog, ugye? Igen, civilek kerestek meg, és ugye a város mindenki civil szervezet keresett meg. Felhívták a figyelmemet arra, hogy 2 éve van ez a szabályozás hatályban, és pontosan elmondták, hogy rengeteget, tehát 300 millió forintot költöttek, azt hiszem, ilyen speciális intézkedésekre, hogy megzárni tudják professzionálisan úgymond hajléktalan embereket, és ennek semmi értelme. Tehát ha ezt a pénzt például arra fordították volna, hogy mondjuk az átmeneti szállásokon jobb körülmények legyenek, ami azért hozzáteszem, hogy mi mindig nem a megoldás, pedig igazából egy bérlakásszektor építésre lenne szükség, akkor sokkal előrébb lennénk. És hát ugye jön a tél, amit csináltak az elmúlt években, az az, hogy megpróbálták eltüntetni szemről a hajléktalan embereket, és látjuk mindannyian, akik külterületekben mozgunk, az, hogy ott még mennyivel több hajléktalan ember van, tehát gyakorlatilag eltüntették a szemünk elől, de ezek az embertársaink ugyanott vannak. Pontosan. Az 5. kerületben volt a legtöbb ilyen eljárás. Igen, ez önmagában beszédes. Hát ugye a világörökségi részeken a turisták ne lássák azt, hogy milyen a helyzet, meg mi magunk se, de attól még a helyzet az ilyen. És hát mi azt szorgalmazzuk, hogy 0. lépésként a szabálysértési törvényből ez kerüljön ki, ez a méltatlan helyzet. Egyébként semmi értelme, tehát mivel lehet büntetni ezeket az embereket a törvény szerint? Pénzzel, ami nincs nekik, közhasznú munkára elküldik őket, sokan betegek, olyan állapotban vannak, hogy nem tudnak dolgozni, segítségre van szükségük, ha meg nem működnek együtt, akkor elzárással, hát azt hiszem, ez pedig tényleg a vég, hogyha valakit azért, mert nincs hajléka, nincs fedél a feje fölött, elzárással büntetünk. Úgyhogy küzdünk azért, hogy... Ráadásul, bocsánat, csak hogy a nézők emlékezzenek rá, az Alkotmánybíróság pont
pontosan ugyanezt mondta ezzel a szabályozással kapcsolatban korábban, hogy a büntetőjog az utolsó eszköz, és semmiképpen nem egy szociális probléma megoldására. Hát, szerintem ezzel igen, mindenki egyetértett, aki megszólalt ebben a kérdésben a kormánypártokon kívül, hogy ez egy szociális helyzet, és nem rendészeti eszközökkel kell kezelni, hanem változtatni kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy emberek ne kerüljenek ilyen élethelyzetbe. Az más kérdés, hogy a Fidesz-KDNP nem arról híres, hogy megértse az embereknek a problémáit és segítse rajtuk. Itt láthatóan egy olyan kormányzat van, aki egy szűk réteget próbál stafírozni, egyre szűkebb réteget, hogy úgy látom, és társadalom nagy része pedig egyre nehezebb helyzetben van, a bérek is erről beszélnek, tehát ugye a most nyilvánosságra került statisztikák is azt mutatják, hogy nő a dolgozói szegénység. Ami azért egy brutális helyzet, mert a dolgozó embernek a szegénység az magáról beszél, tehát azért dolgozunk, hogy megéljünk. Most pedig azt látjuk, hogy olyan bérek vannak Magyarországon, amiből az emberek 90% azt mondja, hogy ebből ennyi jövedelemből nem tud megélni. Hogy volt a másik szám viszont a minap, hogy fejenként 3 millió forint megtakarítás jön ki most az országban? Hát azért, igen, ez egy érdekes kérdés, tehát a megtakarítási hajlandóság nagyon-nagyon kicsi ebben az országban. Igen. Alapvető dolgokat nem tudnak emberek fedezni. Tehát most már ott tartunk, hogy nem hogy egy fogászati beavatkozás mondjuk az egy olyan megterhelést jelent, amit nem tudnak családok kifizetni, de tényleg megélhetési gondok vannak olyan emberek körében, akik egyébként tisztességgel dolgoznak, van munkahelyük, több mint 8 órát lehúznak a munkahelyükön, és egyszerűen nem tudnak tovább lépni. Hát egyébként én nagyon életszerű javaslatokat tettünk. Én azt látszik, tehát, hogy vannak dolgok, amit azonnal meg kellene csinálni, például az, hogy mi a 24 éves korig, ha tanulnak a gyermekek vagy fiatalok, mi a családi pótlékot meg az adókedvezményt adnánk tovább a családoknak, mert hogy azt látjuk, hogy például a fiatalok most már nem úgy röppennek ki, mint úgy régen tudtunk, hogy rögtön van munka utána, meg az ember esetleg dolgozik, stb. De hanem otthon kell maradniuk, nincs lakásuk, nincs megélhetésük, ugye az oktatás is rengeteg pénzbe kerül most már a legtöbb fiatalnak, segíteni kell azokat a családokat is, akik még vállalják azt, hogy felsőoktatásba küldik a gyermeküket. És a megtakarítás hiány kapcsán az előbb említette tulajdonképpen a szegénységi kockázatot, ami ma Magyarországon minden második gyereket érint. Minden ötödik dolgozót, ez is egy fontos dolgozó. Minden ötödik dolgozó akinek ember, bére van fizetése. Így van, igen, és ez brutális, 2,2 millió magyar állampolgár gyakorlatilag létminimum alatt van. A téllel kapcsolatban a közmunkával ugye ez egy nagyon fontos változás, hogy nem indít idén télen a kormány felnőttképzési programokat a közmunkások számára, és ugye továbbra is nagyon kicsi az álláskeresők számára elérhető lehetőség. Ugyanakkor minden korábbinál többen dolgoztak most ősszel közmunkában. Béremeléssel és a közmunka csapda felszámolásával törhet ki ebből a kormány, így fogalmazott ön, csak azt nem tudom eldönteni, hogy most akkor a közmunka ön szerint baj, vagy végül is az a baj, hogy nem indul például most a télen felnőtt képzés. Hát itt mind a kettővel van egy probléma maga szintjén. Tehát ugye igen, pont tegnap hallottam, hogy az ombudsmani hivatal is úgy nyilatkozott, ahogy én gondolkodom erről a kérdésről. Tehát ez a fajta közmunkarendszer, amit Magyarországon kiépítettek, ez gyakorlatilag a munkahelyteremtés alternatívájává vált. Bérek viszont tehát ennyi pénzben ugye nem lehet megélni, az összes olyan álláskeresési juttatástól és helyzetbehozástól elzárják ezeket az embereket. Nem is látják őket gyakorlatilag az állás ajánló cégek, akik közmunkán vannak. Tehát egy hermetikusan elzárt csoportot hoztak létre, amelyben ha valaki bekerül, akkor lehet mondani, hogy örül annak a kevésnek, ami van, ugye ezt szokták mondani a kormánypártok, de nem tud belőle kijönni. Nem lehet ez a cél, hogy egy ilyen terhet szipeljen ez az ország abban az értelemben, hogy itt vannak az emberek, tetre készek tudnának dolgozni, és nem tudnak bekülni a nyílt munkaerőpiacra, és nagyon fontos, hogy a statisztikák nem is látják őket. Ez így van. Mert ugye egy közmunkás ember ugyanannyinak számít egy statisztikában, mint egy top menedzser, csak éppen ugye a fizetésben van némi különbség. A másik, amit a béremelés, ami nagyon fontos. Abszolút, ezzel abszolút egyetértek, és a másik kérdésre válaszoljak, ez a téli közmunkaprogram. Szóval ez egy kampányfogás volt a 2014-es választások előtt, hirtelen azért nyílt meg a pénztárcája a kormánynak ebben a tekintetben, hogy ezeket a közmunkásokat is foglalkoztatási statisztikákba be tudja számolni. Ezt nem tudom ezt máshogy mondani, de volt, akiket duplán beszámoltak. Tehát egészen képesztően. Hát volt, aki ugye oktatásban vett, ugye ezzel csökkentették gyakorlatilag a munkanélkülek számát, és mivel aki meg közmunkán volt, az meg még foglalkoztatott is volt. Tehát, hogy gyakorlatilag mind a két statisztikát tudták ezzel kozmetikázni, mert aki dolgozott, azzal javult a foglalkoztatás, aki meg oktatásban volt, az meg csökkentette a munkanélküliséget. Na de erre most is szükség lehetne, tehát miért nem lesz akkor téli? Én is ezt mondtam egyébként, mert annak viszont lenne értelme,
hogy értelmes programot, tehát értelmes oktatási programot letenni az asztalra, hogy ne lenne és ezt a lehetőséget megadni az embereknek, hogy képezzék magukat a téli időszakban. Mi arra a válasz? Miért nem lesz ez? Pénzhiány? Hát nem tudom, hogy őnekik mi erre a válaszok, én tudom, hogy miért nem, tehát nyilván az emberek, ez egy kampányfogás volt, tehát ezt akkor nyitották meg ezt a lehetőséget direkt azért, hogy ezzel is úgymond jobb adatokat tudjanak felhozni a választások előtt saját maguk számára. De hogy azért alapvetően nekünk szerintem fontos azt látni, hogy a közmunka az nem az az út, amin keresztül ki tudunk jutni abból a hatalmas problémából, amiről én egész évben beszélek, a dolgozói szegénységből, mert szóval ebben az országban nagyon kevés embernek van munkája, olyanból meg tud élni, akinek van, az viszont éjjel-nappal dolgozik, és mindent megtesz azért, hogy ne rúgják ki a munkahelyéről, mert ugye nagyon kiszolgáltatottak is vagyunk, a munkatörvénykönyv nagyon rossz. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy amíg a Fidesz-KDNP kormányon van, addig itt tűzoltásról lehet szó, mert egyszerűen nem úgy gondolkodnak erről a kérdésről, ahogy mondjuk egy 21. századi országban szerintem gondolkodni kellene. A kérdés az, hogy utána, hogyha sikerül kormányra kerülni, akkor hogyan tudunk ebből kimászni. Mi azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy minél előbb béremelés legyen, mi már a 2016-os költségvetésben is egy 1440 milliárdos átrendezést hajtottunk volna végre, induló vállalkozásoknak, közférának, ápolónőknek, tehát csupa olyan csoportnak adtunk volna lehetőséget, akik vagy brutális hátrányban vannak, tehát bérhátrányban vannak, illetve olyanok, akik, hogyha elkezdenek működni például a vállalkozások, akkor munkahelyet tudnának teremteni, és így egyébként, hogyha a Fidesznek egy kicsit is lenne belátása, akkor már jövőre tudtunk volna indulni felé ebből a lefele húzó spirálból, mert itt igazából erről van szó. Bocsánat, hogy egy éles váltással most a végén még egy picit visszatérnék a NAV-ra, hiszen képviselővel ülök szemben. Mi volt a vélemény erről, amit történt hétfőn kedden? Mondom, ez egy új szintje szerintem az embereknek a semmibe nézésének. Tehát az, hogy megpucsolták a parlamentet, gyakorlatilag 24 órát átvittek egy ilyen szabályozást, ezt látni kell, tehát ez 24 óra leforgását. Fizikailag nehéz átolvasni annyi dokumentumot, mint amennyit anyagok. De átolvastuk, nem is szavaztuk meg, tiltakoztunk ellene, és hát itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy ki kell stafírozni az oligarchiákat. Tehát ezt kell látni, hogy itt már az előző Orbán kormány alatt, 2010-14 alatt kineveltek egy oligarcha bázist, utána ők összevesztek egymással, és most megy a feltőkésítése a következő csapatnak, és ezt mi fizetjük, adófizetők. Tehát ilyen, hogy gyakorlatilag önmaguknak fogják osztogatni a pénzeket, és hogy itt hallottam, hát ugye itt voltam az előző interjú alatt, és hallottam, hogy itt, ha jól értettem, hogy van olyan hivatkozási alap van, hogy ha valaki nem lakik együtt, akkor miért ne indulhatna valaki, akivel össze van veszve? Tehát most kodifikálják akkor le nekünk azt a kormánypártok, hogy az indulhat, akivel össze van veszve. Tehát ilyen szinten tartunk, hogy erről beszélünk. Teljesen egyértelmű, nem szabadna indulni. Tehát az, akinek befolyása van egy ilyen folyamatra, ráhatása, látszatát is el kell kerülni annak, hogy ő magának osztogatja a pénzt. De ez, ami most itt átment a magyar parlamenten, ez erről fog szólni, hogy ezek az emberek maguknak fogják ezeket a pénzeket osztogatni. Nem fogjuk tudni, nagyon nehezen fogjuk tudni követni. Nyilván Tiborcz úrnak a tevékenységét eddig is figyelemmel követtük, feljelentésünk is van ebben a témakörben. Továbbra is folytatni fogjuk a harcot ellenzékből, viszont azért azt szeretném leszögezni, hogy ez a pofátlanságnak egy új szintje. Örülök, hogy Tiborcz úr működését szóba hozta, és önök figyelemmel követik, legalább valaki figyelemmel követi, ugyanis a NAV leendő vezetője azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.